A center Pintér Andrea után a libero játékos Tóth Dalmai szerződést hosszabbított a napokban a Fátum Nyíregyháza röplabda csapatánál. A nyíregyházi klub vezetésének fontos, hogy megtartsa a saját nevelésű értékeit, ezért céljuk volt, hogy a jövőben is az együttest erősítse a fiatal, tehetséges nyíregyházi játékos, aki a 2018-19-es szezonban debütált a felnőtt élvonalban. Érdekesség, hogy ugyanazon a poszton játszik, mint Iker testvére Tóth Fruzsina, de nincs köztük rivalizálás. Furcsa, de nem így fogom fel, hanem próbálom mindenben támogatni. Igazából én úgy gondolom, hogy egy jó testvérek vagyunk, és én ezt helyezem előtérben, nem az, hogy versenyezzünk, mert ez szerintem rámenne a kapcsolatunkra is, és nem vagyunk eleve olyanok, és olyan neveltetésben volt részünk, hogy mindig támogatjuk egymást. A Fátum Nyíregyháza keretével készül Szakmári Gréta is. A válogatott röplabdás Németországban légióskodik, de a járvány miatt szülővárosában ragadt, és megkérte a Fátum vezetését, hogy az együttessel tréningezhessen. Az, hogy újra edzhetek, az nagyon jó érzés. Tényleg, amikor hazajöttem, akkor két hét önkéntes karantént vállaltam, és ugye otthon edzettem, készültem. Nagyon hosszú volt az elmúlt szezon és a nyár is, és ugye ezzel néha ránk fér a pihenés, de ez, hogy kötelezően pihenni kell, azt nagyon nem bírtam. És hál' Istennek, hogy bevezették, hogy május 4-től lehet ugye a szabályokat betartva edzeni. Én rögtön hívtam Kőhalmi Ricsit, és aki úgy fogadott, hogy ne szeretnél jönni edzeni, én megmondtam, hogy természetesen, és nagyon jó ide visszajönni. Szeretek itt nyáron a válogatottal is készülni, de tényleg ez volt az első otthonom. Szakmári Gréta bízik abban, hogy nyáron a válogatott edzőtábora is elindul, őszre pedig visszatérhet klubjához Németországba. A korábbi vezetőedző Hollósi László szintén Németországban folytatja, a VfB Schulotto Thüringen női röplabda csapatának vezetőedzője lesz. A 43 éves szakember érkezését hivatalosan is bejelentette a klub.